Na, itt vagyok újra, sziasztok! Hú, igen. Megérkezett a pillanat, hogy olvassam be nektek a február 26-ai hirdetést igazán. Nézzük meg, hogy miről szól, jó? Február 26. Neki feszülve. Ne nézzük. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Filippi 3:14. Na nézzük. A hit fejlesztése olyan, mint az úszni tanulás. Figyeld meg! Első. A félelem olyan, mint a víz, ha hagyod, lehúz a mélybe. Igen. Ez így van. Második. Ha csak össze-vissza kapálódzol, előbb-utóbb megfulladsz. Igen. A vízbe ugye össze-vissza kapálózol. Igen. És harmadik. Ha elérsz egy bizonyos pontot, onnan már nincs visszaút. És négy, ugye, negyedik. A hit olyan, mint a levegő a tüdődben, ha elengeded magad, megtart a víz színe fölött. Igen. Megfigyelted már a gyakorlott úszókat? Egyik karcsapással a másik után azt, ami előttük van, hátra tolják. Igen. És ez löki őket előre céljuk felé. Igen. Na. Így van. Fogják azt, ami köztük és a céljuk között van, és arra használják, hogy előre jussanak. Néha kétségbeesésünkben azt mondjuk, alig tudok a felszínen maradni. Ez nem baj, ha közben azért kitartóan teszed egyik karcsapást a másik után. Amikor sarokba szorítottnak érzed magad, és semmire sem látsz kiutat, kapaszkodj a hitbe, amit Isten helyezett beléd, és továbbra is tarts ki. Jézus azt mondta, a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Igen. Máté 11:12. Az erőszak szó itt erős eltökéltségre,
szenvedélyességre és megfeszített erőre utal. Hajthatatlannak kell lenned, eltökélten kell küzdened, tudva, hogy Isten melletted áll. Zsoltárok 56 per 10. Nem a körülötted lévő víz határozza meg a sorsodat, az vagy a hátán visz, vagy lehúz a mélybe. Igen, nem a körülötted lévő víz határozza meg a sorsodat. Az vagy a hátán visz, vagy lehúz a mélybe. Igen. A haladáshoz a hit kell. Ha feladod, Isten sem tehet érted semmit. Igen. Bizony. Ez nagyon elgondolkodtató, gyerekek, tényleg. Nagyon-nagyon. Bizony. Ezért ma akár mellúszással, akár hátúszással haladsz, akár valami olyan technikával, amiről soha senki nem hallott, csak úsz tovább. Igen. Hát ez nagyon vagány, szép volt. Na. Nagyon köszönöm tényleg, hogy azt írja egyik kedves személy. Átéltem életem első olyan imádságát, mely közben a szemem is könnybe lábadt, olyan földön túli boldogságot és békét éreztem. Bár jó. Isten élő üzenete még sokak életében hozhat hasonló sősdontó változást. Igen. Tehát nagyon szép. Igen, nagyon szép. Na ez volt a február 26-ai igen érdetés, itt van, adjátok. Jó, aztán akkor hónap, jó? Találkozunk is. Hát, gyerekek, nem tudom, hogy hónap hogy lesz. Hú. Lehet, hogy, hogy fogad húzatok hónap. Nem tudom, mi lesz. Szorítsatok nekem, jó? Tudjátok, a foghúzás. Hú, nagyon durva, bele sem merek gondolni, hogy milyen fájdalommal jár. Ugye? Illetve mondjuk akkor nem. Nem érez ez, tehát utána, ugye? Utána az ember érzi, ugye? Hát igen. Durva. Nem tudom, na, hogy kihúzzák-e, vagy nem, ezt majd áldja, meglátjuk. De én most már eldődöttem, hogy lehet, hogy ki kéne húzassam, mert lehet, hogy az üregeknek se jó, ugye? Nem tudom. Ezen a felén van itt fent valahol. És itt ugye mindig zavarni szokott itt. Itt mindig szóval lát, hogy a fog közel játszik, de hát nem. Nem tudom, megpróbálom.
Meglátjuk, mi lesz. Na jó, akkor szép álmokat, és minden jót akkor. Sziasztok. Jó hét.